Szevasztok, üdvözletem innen. Ismét egy vasúti megállóhely bemutatása kerül sorra. Most jelenleg Abonyi út megállóhelyen vagyunk. Ezeket a 120 A-vonalon van a Budapest-Újszág-Szolnok vasútvonal. És ez egy viszonylag ritkán használt megállóhely, de ugye meg is nézzük kicsit közelebbről. Közúton se egyszerű megközelíteni. Így látjátok, hogy igazából csak földút vezet ide. És az se valami jó minőségű. Csak az átjáró van, gyere aszfaltozva, ugye a szilárd burkolat. És maga a megállóhely is elég egyszerű. Nézzétek meg. Ugye, két-két oldalt egy peron. És gyakorlatilag forgalmasan nagyon van, mert egy-két tanyát leszámítva itt nincs semmi. Tehát ott van egy tanya, ott a háttérben még egy. Tamarrébb láttam még kettőt, és gyakorlatilag ennyi. Tehát ez a környéken más nincs. Maga az útátjáró a sima fénysorompóval védett. A peron az kis egyszerű, de azért egy esőbe állót építettek. Igen, közben esik az eső, úgyhogy kicsit lehet, hogy esőcseppes lesz a lencse, majd mindjárt letakarítom. Valamint az akasztófát is kitették, tehát valószínűleg lesz majd itt vizuális utastájékoztatás is. De mindjárt még a menetrendet megnézem, kíváncsi vagyok, hogy hány vonat áll meg itt. Gyakorlatilag csak a személyvonatok közül is úgy tudom, hogy nem áll meg mindegyik. Az agyvadékoson megáll az összes személyidei Tavonyi úton, nem, és hát ennek azért oka van, mert nyilván ez egy kisforgalmú, nagyon kisforgalmú megálló. Látszik, az elektromos betápot már kiépítették neki. Tehát elvileg az sem már ugye, ilyen akadály nincs, hogy szerelhető legyen a vizuális utas tájékoztató. Hát egyébként másfajta nincsen. Hangos bemondó, hangszórók vannak kint az osztatokon, tehát hangos bemondó lehet, hogy van. Tehát hangos utas tájékoztatás, de hát ezt most nem tudom megvárni. Jó, és nem biztos. Bár ott az egyik jelző zöld, tehát lehet, hogy előbb-utóbb jönni fog valami, de hát most nem fogok... Most csak azért nem fogok várni, hogy hátra majd jön egy vonat valamikor. És akkor nézzük meg a menetrendet. Hát azért elég sok megáll itt, tehát ahhoz képest, hogy gyakorlatilag itt mondhatni majdnem a semmi közepén van. Meg hát nagyon itt valószínűleg ráhordásra lehetséges, mert ezen az úton busz biztos, hogy nem jön be. De buszmegállót se láttam, amikor a bekötő úton bejöttem, tehát... Viszont elég sok megáll, tehát... Majd nem, tehát a Jászapáti felé menő, tehát közvetlen Vámbos, jó, még azok személyhozok, azok persze, de szólnak is személy is van, amelyik megáll. És ahhoz képest elég sűrű menetrendje van, hogy tényleg ilyen semmi közepén van, tehát sokkal jobb helyen lévő, meg sokkal kihasználtabb megállóknál nincs ennyi vonat, amit megállt. Még 23-20-kor is van vonat, szólnak, meg Nagykátára is. És hajnali 5-kor már lehet menni Nagykátára, 5-54-kor meg már Szolnokra is. De még ahhoz képest, hogy tényleg itt majdnem a semmi közepén van ez a megállóhely, elég sok vonat megáll. Igazából nem nagyon értem, de majd aki esetleg sűrűbben használja, majd kommentelt a videó alá, hogy mi indokolja ezt a sok megállásra, mondom, még betonút se vezet ide, tehát buszos ráholdás sincsen. Tehát hány olyan mellékvonali megálló van, ahol jobb helyen van akár, mit tudom én, falunak a közepén is, és ennyi megálló vonat nincsen, és most vagy említettél mondjuk száraz rétet például, ami ugye Székesfehérvárnak a része, hol gyakorlatilag semmi nem áll meg, pedig sokkal jobb helyen van ennél, sokkal nagyobb forgalma lehetne, és indokolna ezt a több megállást. Meg eleve az a vonal is a sűrű menetrende, de az még megint más kérdés. De még az a napi két vonat, amit megkötik a vonalon, még az se áll meg száraz réten. Nézzétek, tehát ez nyilván ide a puszta közepére kötelezően, tehát ez a legfontosabb, hogy ez kint legyen a dohány, az tilos lábra. Bár még nyilván azért van kint, mert kötelező, mint ezek a papír alapú menetrendek is, tehát ez az NKH ez kötelezően előírja, és ezeket ki kell tenni, tehát nyilván most, ha itt valaki rágyújtana a megállóba, akkor azt senki nem venné észre. Valószínűleg. Tehát ilyen a 619-es szelvénykő, tehát mondjuk Rákos állomástól majdnem 62 kilométerre. Jó, mert ugye a 120 át a Rákostól kezdték el szelvényezni. És a szokásos, igen, a menetrend az itt is kin van. Május 12-ig ez az érvényes menetrend, és az a szokásos peron. Ott végén nincsen semmi érdekes. Azért még valami vonatinfóra ránéznek. Ja, és itt kin van a távon. A másik oldalt már nincs kint, hogy Abonyi út megálló helyen vagyunk. És akkor ezt a megállóhely bemutató videó, ez akkor az ennyi lett volna. Látjátok, ez egy tipikusan ez egy olyan megállóhely, ahol
akkor például be lehetne vezetni a feltételes megállás intézményét. Tehát ez egy mellékvonalon ez már működik egy-két helyen, de fővonalon is meg lehetne ezt oldani. Tehát ez tipikus egy olyan megálló, ahol szerintem ez simán megoldható lenne. A vonatok azok nem állnának meg alapból, csak lassítanának például 40-re. És hogyha nincs utas, akkor nem kell megállniuk, akkor gyorsítva tovább is mehet. Hogyha nincs leszálló, nincs felszálló, tehát ezt például a Rédicsi, az Adelgesztek Rédics vonalon ezt meg tudták oldani, hogy még leszállási jelződést építettek a Bézékbe. És ott több feltételes megállóhely is van, ahol a vonat csak akkor áll meg, hogyha a felszállási szándékot jelzik. Tehát ki kell állni a peron szélén és integetni a vonatnak, hogy azt akarod, hogy megálljon neked. A sebesség sem túl nagy, tehát puszi 60-ról lassít 40-re, de hát itt is mondjuk 120-ról. Hogyha 40-re lassít, az már bőven elég ahhoz, hogy észrevegye, hogyha van ott valaki. És hát nyilván meg akkor az utas meg szól a kalauznak, és akkor ő tud jelezni a mozdonyvezetőnek, hogy álljon meg, de meg lehet szólni, mert gyakorlatilag szerintem itt 10-ből 9-et teljesen feleslegesen áll meg a vonat. Főleg, hogy egy átlag ilyen óránként egy-két vonatpár van is, ami itt megáll. De ha már van, mert egyébként az se baj, mert ha van megálló, használják ki, csak hát feleslegesen minek megállítani a vonatokat. De jó, hát akkor ez ennyi lett volna, ez kis rövid videó lehet. Sima tipikus megállóhely, de ha már erre jártam, akkor bemutattam nektek ezt is. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!